Az első kísérletünk a rézégetés volt, amit konyhai gázlángon végeztünk el, egy műanyag bevonattól megszabadított rézdrót felhasználásával. A kísérlet során a rész oxidálódik, és ekközben zöld lángokat is megfigyelhetünk. A második kísérlet során a hidrogénperoxid oldatot tartalmazó kémcsőbe mangándioxidot, más néven barna követ szórtunk. A mangándioxid hatására a hidrogénperoxid vízzé és oxigénné bomlik. Megfigyelhető, ahogy a kémcsőben felszabadult oxigén katalizálja a izzó hurkapálca égését. Az utolsó kísérletünkre szükségünk volt burgonya keményítőre, ám mivel ezt bolban nem találtuk, így egy krumplit lereszelve és leszűrve magunk hoztunk létre. A burgonya keményítő vizes oldatában lúgol oldatot csepegtettünk, így a sötétkék már-már fekete színű lett. Gázlángon hevíteni kezdtük, és ennek hatására a kémcsőben található folyadék színtelen, átlátszó lett. Az ezutáni hűtés következtében azonban lassan visszanyerte sötét, eredeti színét.